Sziasztok! Ebben a videóban meg fogom mutatni nektek az úgynevezett monoline letteringet, vagyis azt a fajta betűtípust és írásmódot, amit egy sima egyszerű filccel tudtok kivitelezni, tehát nem kell hozzá ecsetfilc, és megmutatom, hogy hogy lehet, milyen technikával lehet megnyújtani a betűket, hogy igazán szépek legyenek. Bubán Brigi vagyok, és ez itt a Brizány, kézzel írni menő legújabb videója. Szóval, ahogy mondtam, nem kell ehhez nagyon speciális filc, ehhez a technikához, hanem elég bármilyen kerekhegyű filc. Például én ezt a Stabilo Pointmaxot szeretem így írásra használni, de akár tényleg bármilyen kerekhegyű jó, ami kicsit vastagabb, igazából a tűfilccel is lehet próbálkozni, mert ugyanaz a technika, de most én jobban ajánlom, hogy inkább egy kicsit vastagabb hegyűt. Jó, tényleg nem kell, hogy ez egy drága filc legyen, bármilyen kerek, fix hegyű filc jó lesz. Illetve füzetet használok, és ceruzát és vonalzót. Miért használok vonalzót? Ugye egyrészt megmutatom nektek, hogy húzok egy alapvonalat, jó, más nem. Ugye ha azt írom, hogy monoline, ugye ez egy ilyen egyvonalas betűt jelenti, és leírom nektek csak simán szép írással, nem kaligráfiával, és nem is nyújtom meg. Tehát csak egy szélességű vonallal meghúzom, nem vastagítok, nem csinálok vele semmit. Hogy lesz ebből nyújtott betű? Meghúzok még egy alapvonalat, és az a lényeg, hogy ugye nem a betűket magukat kell megnyújtani, hanem mindig a bevezető vonást, illetve a betűknek a kivezető vonását. Jó, tehát most az M betűnél, látjátok, az M betűnél a kivezető vonás először kb. Ennyi volt, két pöttyönyi távolság. Jó, most meghúzom, és nagyjából, hát 1, 2, 3, 4, akár 5 pöttyönyi távolságot is meghosszabbítom a kivezető vonást. Oké, megint most jön az O betű ugyanolyan széles, mint eredetileg, csak a kivezető vonás legyen sokkal hosszabb. Látjátok, arra kell figyelni, hogy körülbelül ez a távolság, azért jó, hogyha egyébként a ponthálós füzetbe írtok, mert akkor nagyjából látjátok, hogy ez a távolság, mondjuk hány pöttyi széles, minden egyes betű után, ha ezeket így behúzigálom, persze most szemre csináltam, és nem mondom, hogy nagyon tökéletes lett, de nem baj. Szóval, hogy mindegyik betű között ez a kivezető vonást próbáljátok meg ugyanolyan hosszúságúra megnyújtani. Jó, tehát ennél még akár még jóval hosszabb is lehet, mutatok csak simán egy M betűt, hogy mennyire meg lehet nyújtani. Tehát a kivezető vonást akár ekkorára is, ha tényleg attól függ, ugye nyilván, hogy mekkora felületen dolgoztok, meg mennyire szeretnétek, hogy mondjuk kinyúljon a papír szélére a szövegetek. Jó, tehát mindig arra kell koncentrálni, hogy nem magát a betűt nyújtsuk meg, itt a belső vonásokat, hanem a kivezető vonást, oké? Hogyha egyébként még részletesebben szeretnétek minden egyes betűt megnézni, hogy hogyan kell megnyújtani lépésről lépésre, akkor berakok ide egy linket. A monoline nyújtott betűs munkafüzetemben végigmegyek az összes betűn, és megmutatom, hogy hogyan lehet megnyújtani, illetve valamelyikből többféle betűtípust is mutatok. Illetve ötleteket is találtok abban a munkafüzetben, hogy hogyan tudjátok felhasználni ezt a betűtípust, de majd a videó végén még mutatni fogok egy teljes alkotást, egy kis inspirációt nektek, hogy hogyan használjátok fel ezt a monoline nyújtott betűket. Hoztam még egy vonalat, hogy mutassak nektek mondjuk még egy szót. Nyugodtan egyébként nem muszáj teljesen sima papírra megírni a szöveget filccel, hanem nyugodtan lehet, most a tavaszt szeretném felírni, és nyugodtan, nagyon halványan előrajzolhatjátok ceruzával. Azért is jó, hogyha előrajzoljátok ceruzával, mert hogyha úgy érzitek, hogy mondjuk nem ugyanakkor itt a távolság, tehát itt akkor tök jó megnézni, hogy mondjuk itt ennyi a távolság, itt kicsit több, akkor kicsit tudod korrigálni. Mondjuk a tétet kicsit előrébb kell írnom, hogy kicsit, hogy is mondjam, esztétikusabb legyen, és a betűk közti távolság egyenletes legyen. Szóval, ha halványan előírtátok, akkor jöhet az átírás.
És direkt úgy írtam meg ezt a szöveget, hogy lássátok, kicsit lefut a papír széléről, mert egyébként szerintem tök jól néz ki ez a stílus, hogyha nem tartjuk magunkat így a lap közepére, hanem az elejét is, meg a végét is lefuttatjuk, és így jól megnyújtjuk. Hogyha ez megvan, akkor pedig csak simán kiradírozzátok alól a ceruzás előrajzolást is kész is, jó? Nem is fog látszani egyáltalán. Persze, nyilván ehhez az is kell, hogy a ceruzát, azért a ceruzás előrajzolást azt ne véssétek bele teljesen a papírba, hanem csak nagyon óvatosan húzzátok meg és rajzoljátok elő. Jó. Remélem, hogy így átmente a mondani való és így a logikája annak, hogy hogyan nyújtjuk meg ezeket a betűket. Most pedig szeretnék mutatni nektek egy kis ötletet, hogy hogyan tudtok csinálni egy hát ilyen kis üdvözlő kártyát, amiben felhasználjuk ezeket a nyújtott betűket. Ehhez, amit előveszek, egy sima A4-es, kicsit ilyen kartonosabb rajzpapír, félbehajtom. És talán sokszor láthattátok azt, akár tőlem, akár máshol is, hogy nyomtatott betűkkel kombinálva milyen jól néz ki ez a nyújtott monoline betűtípus. Ezért most azt szeretném elkészíteni, hogy ideírom nyomtatott betűkkel, hogy believe in, és azt, hogy yourself, azt pedig ilyen nyújtott betűkkel. A nyomtatott betűket szövegkiemelővel írom. Az a lényeg a nyomtatott betűknél, hogy meghúztam egy alapvonalat, meg még egy segédvonalat, ami a betűknek a magasságát jelöli, és akkor, hogyha behúzok egy alapvonalat, meg a betű magasságát jelölő segédvonalat, akkor minden vonást tudok ugyanolyan nagyságúra húzni, nem jelent ez nagyobb nehézséget. Akkor jöhet utána a fekete filc. Akár ennek is a yourself, tehát amikor ideírom, ennek is akár meghúzhatjuk az alapvonalát. Én most direkt úgy húztam meg, hogy ez így nem teljesen különálló legyen a believe szövegtől, hanem kicsit nem baj, ha összeérnek. Oké, és akkor, ahogy mondtam, kivezetjük az, vagyis hogy kivezetjük, hát inkább be. Szóval bevezető vonás hosszan. És akár itt a papír széléről is indíthatjuk, mert szerintem tök jól néz ki, és majd a végén is szeretném teljesen kivezetni a papír szélére. Kész is van. Látjátok, ez tényleg egy nagyon egyszerű technika, de mégis nagyon látványos tud lenni, főleg, hogyha mondjuk nyomtatott betűkkel kombináljátok ezeket a nyújtott betűket. Remélem, hogy tetszett, és ki fogjátok ezeket próbálni. Hogyha igen, akkor és föltöttetek rá a posztot, akkor mindenképpen jelöljetek meg, hogy én is lássam az alkotásaitokat. Köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok!